Lakóparkot építenek Budapest környékén. Már hetekkel ezelőtt azt mondták, drágulással jár majd, ha visszaemelik 27%-ra a harmadik éve kedvezményes 5%-os lakásáfát. Legfeljebb nem tudják teljesen a vevőkre hárítani a többletterhet. Én egy ilyen fele-fele arányt gondolnék, hogy valamennyit vinnünk kell nekünk is, viszont valamennyivel azért ebben a tételben növelnünk kell a késztermék árát. Másként számolt az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának fideszes elnöke. Bánki Erik a Világgazdaságnak hetekkel ezelőtt azt mondta, 2020 januárjáig olyan mértékű ingatlanfejlesztés valósul meg, amely túlkínálatot okoz, így több mint 10%-os árcsökkenésre számít a lakáspiacon. A pénzügyminiszter júniusban még arról beszélt, korai lenne a lakásáfáról dönteni. 2019. december 31-ig van hatályban, talán még elkapható dolog lenne, ha már 2018 júniusában döntést hoznánk. 3 héttel később az Inforádióban már mást mondott. Nem tervezünk hosszabbítást. 2019. december 31-ig van ez az adókedvezmény. A pénzügyminisztérium ezután megkeresésünkre azt írta, a jövőben inkább a csokkot bővítenék tovább. Az Építési Vállalkozók Szövetsége most felmérte a piacot. Azt mondják, a beruházók többsége kompenzációt, új állami kedvezményeket vár a kormánytól, és egyelőre nem indít újabb építkezést. Azt tapasztaljuk, de mi magunk is arra intjük a megrendelőket, hogy kell egy kicsit kivárni, hogy a 5%-os kedvezményes áfa megszüntetését esetleg milyen kompenzációs csomaggal próbálja a kormányzat ellensúlyozni. Nem érdemes ma már elkezdeni egy új építésű házat, különösen ha az nagyobb értékű több lakás van benne, hiszen 2019 végéig nyilván nem lehet befejezni. A szakszövetség felméréséből kiderült, hogy a hőszigetelők ára 20%-kal, a betoné 12%, a tégláé 13%-mal drágult egy év alatt, a béreket pedig 13-21%-kal kellett emelniük, és jövőre is két számjegyű növekedést várnak. Emiatt az új és a használt lakások is tovább drágulhatnak. Egyfajta árhorgony szerepe van, tehát hogyha az új lakásárak emelkednek, akkor a környékén a használt lakásokra is emelő hatást fejthet ez ki. Kerestük a pénzügyminisztériumot, számíthat-e új kedvezményekre a piac. Most is azt írták, a kormány folyamatosan vizsgálja, hogy a csokkot milyen új elemekkel tudja majd kiegészíteni.